A Palotai út, a Szeder utca, a Szeder köz, valamint a Bregyó köz és a Szedres dűlő kapott egyebek mellett új névtáblákat. A 9-es számú választókörzethez tartozó városrészben összesen 25 táblát helyeztek ki. Ennek munkálatai csütörtökre fejeződtek be. A kivitelezést a városgondnokság munkatársai végezték el. A munkálatok tavaly évben kezdődtek el a felméréssel, amikor képviselőnél bejártuk a területet, és meghatároztuk azokat a helyszíneket, összesen 25 helyszínt, hogy hova kellenek táblák elhelyezni, melyik irányból hogy lehessen ezeket látni. Ezután megtörtént a táblák megrendelése, és tulajdonképpen a fizikai megvalósítás az a tegnapi, illetve a tegnap előtti napon történt meg. Leszállították a táblákat, lefúrták, lebetonozták, és most már reméljük mindenki megelégedésére tudják használni a lakosok. Fekete-hegy Szárazrét önkormányzati képviselője csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján elmondta, a táblák beszerzése és a munkálatok összesen 2,6 millió forintba kerültek. Gyakorlatban annyit jelent, hogy valamennyi választókerülethez tartozó utcához kikerültek a jelzőtáblák, és úgy érezzük, legalábbis mi, meg a lakók egy jelentős része is, hogy egy kis keretet adunk az egész városrésznek, egy kis formája van az egész területnek, és hangulata is van némileg, mert a táblák formája, minősége is erre következtet. Szigli István elmondta azt is, hogy a Fekete-hegy Szárazréten lévő utcajelző táblákat nagyobbra, olvashatóbbra cserélik, várhatóan májusig bezárólag.